dit is een ramp. Je moet elke wedstrijd winnen als Vinnes Vrouws. En dan speel je tegen een tegenstander die... Tehát egyáltalán nincs megelégedve a Ferencvárosnak, ugye mindig győzelemre kell törni. Játszottunk egy ellenfél ellen, aki azért nem volt egyértelműen jobb, mint mi. A második fődőben egy hibából gólt kaptunk, egy döntetlen szagú mérkőzésen. Na kijk, jongens krijgen hun kans. En als jongens hun kans krijgen, dan verwacht je dat ze voor hun leven spelen. Tehát ha egy játékos kap egy lehetőséget, akkor úgy kell játszani, mintha az életéért játszana. Ezt sajnos a mai napon nem mindenkinél látta, nem mindenki érezte azt, hogy teljes erőbadással teszi a dolgát. Yeah, it was a little bit windy and it was hard to play. Elég szeles volt az idő, ez sokszor nehezítette a dolgunkat. Az első félidőben nedves volt a pálya, emiatt könnyebb volt játszani, de ahogy száradt fel a fű, úgy gyengült a passzjátékunk is. Összességében azt kell mondjam, hogy a szél volt katasztrofális. Az utolsó fél órában próbáltunk intenzívebb nyomást gyakorolni az ellenfélre, ez sajnos nem mindig úgy jött össze, ahogy szerettük volna, aminek talán a fáradtság lehet az egyik oka. Ami a saját teljesítményemet illeti, az első félidőbeni játékommal nagyjából elégedett lehetek, de ha őszinte akarok lenni, a második félidő számomra sem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. I didn't play so good second half, but that's my honest opinion. Eladnál vagy vennél? Válaszd az ingyenes apró.hu-t. Jelige, hajrá, Fradi!